Az évente 320 ezer utast fogadó kisvárdai állomást három ütemben újítják fel, a látványtervek már elkészültek. A beruházás első ütemében új parkolót, illetve bekötőutat építenek, a második ütemben többek között egy gyalogos kerékpáros aluljárót építenek. Ez azért fontos, mert sokan szabálytalanul, saját testi épségüket kockáztatva vágnak át a kisvárdai síneken. Ez az aluljáró, ez gyakorlatilag amellett, hogy megoldja a két városrész összekapcsolását, egy abszolút biztonságos átkelési lehetőséget jelent majd a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak, nem csak a két városrész között, hanem természetesen a peronokhoz is. Illetve ebben a második ütemben újítják fel a vágányhálózatot, ez pedig nyilvánvalóan a személy és a teherforgalom menetrendszerűségének a biztosítása érdekében fontos. A harmadik ütemben az 1870-es években elkészült régi épületet újítják majd fel teljesen, tette hozzá a szóvivő. A nyíregyházi állomáson egyelőre nem terveznek nagy fejlesztéseket, de várhatóan felújítják majd a gyalogos felüljáró burkolatát, valamint új kerékpártárolót alakítanak majd ki. A legtöbb vonattal közlekedő szeretne további mávos változásokat. Túl nagy az utastér, tehát nekem jobban tetszett az, amikor csak ilyen kapinos rendszer volt, és akkor ott csendesebb volt a légkör. Mehetne gyakrabban vonat, ugye mi is, hogy három műszakban járok dolgozni, így reggelente ugye mondjuk éjszakai műszakból mehetnek picit korábban, meg mondjuk néha azért van a fűtéssel is probléma. Ahhoz képest, hogy mennyit panaszkodnak róla az emberek, igazából annyira sok gond nincsen vele. Egyedül annyi talán, hogy az furcsa, hogy egy csomó járatot mostában megszüntettek, amire igazából lett volna igény. Ezt mindenki mondja, meg nekem is lett volna rá igényem. Volt olyan járat, amit pont így szüntettek, meg ilyen ezek a körícék például, hogyha például megyek valahonnan Debrecenbe, át kell szállni, tehát tök mindegy, nagyon-nagyon kevés az, ahol nem kell átszállni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több településen lesz a közeljövőben vasúti fejlesztés, tájékoztatta televíziónkat a MÁV szóvivője. 2017-2018-ban tervezzük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például kék megállóhely felvétel épületének a felújítását, illetve P+R parkoló megépítését. Hasonló terveink vannak Fényes-Lipke vasútállomással is. Ott is korszerűsítjük az épületet és létrehozunk P+R parkolót. A felújítási elképzelések között szerepel még Tiszavasvári, valamint Tiszalök felvételi épületeinek a homlokzat felújítása. Ezek kivitelezése előreláthatóan 2019-ben kezdődhet meg. Emellett pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyílt vonalon is végzünk pályafelújítást, illetve több állomáson szintén pályafelújítást. Ez elsősorban váltóalkatrész, ágyazat, illetve síncserét jelent. A MÁV új 2017-es menetrendje december 11-től lép életbe. Lényeges változások nem lesznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közlekedésben, azonban több közvetlen összeköttetés lesz elérhető, azokról a vasútállomásokon is tájékozódhatnak a közlekedők.